Bemutatkozik tehát az EHF kupa győztes méghozzá a tavalyi 9. helyezett ellen a magyar bajnokságban. Jó napot kívánok és nagy szeretettel köszöntöm Önöket. MTK Budapest, Dunaújvárosi Kohász, ahogy olvashatták is, meg ahogy nem sokára láthatják is, hiszen kezdődik az első forduló egyetlen vasárnapi mérkőzése. Látható a vendég dunaújvárosiak összeállítása, és akkor már is két info, két nagy hiányzó lehet, illetve van a vendégcsapatban. A két Debrecenből igazolt játékos, Kudor Kitti, valamint Karnik Szabina sérülés miatt nincsen itt a keretben, itt a csapattal. Na meg persze az a hét távozó, akik miatt tavalyról idénre egy kicsit átalakult az EHF kupa győztes pirosban látható Zofkó csapat. Itt látható a mester, Zrafko Zofkó. Ő egy, itt az bemelegítés alatt egy Enrique Iglesias számra azért elég vidáman pattogtatta, dobálta a labdát. Tehát nagy kérdés, hogy ez a csapatára, ez a hangulat hogyan ragad majd át. Mint ahogy nagy kérdés, hogy az MTK is hogyan fog kezdeni, hogyan áll föl, illetve hogyan teljesít a bajnokság elején. 11 távozó, valamint 8 érkező Golovin Vlagyimir együttesében. És hát a mester ugye az előzetes interjúkban is elmondta, hogy nagyjáron tanulnia kellett a csapata játékosainak nevét is, hiszen rengeteg volt az új igazolás, illetve nagyon át kellett alakítani a szerkezetileg is a csapatát. A találkozót egyébként majd Bonifert Ferenc, valamint Olá Viktor játékvezetők dirigálják majd, és a képen pedig ott van a magyar női kézilabda válogatott szövetségkapitánya Kim Rasmussen is, illetve volt. Ő is tehát a helyszínen tekinti meg a találkozót, amely ebben a pillanatban el is indult. Halvány kék csíkos fehér mezben, tehát a hazai MTK Budapest, pirosban pedig a Dunaújváros csapata. Az előző szezonban kétszer az alapszakaszban játszott egymással a két együttes, mind a kétszer a Dunaújváros nyert, csak úgy, mint a két csapat eddig összes NB1-es mérkőzésén. Egy jó távoli lövés, de csak a kapufát érintette. Noga Nikolajenko volt, aki eleresztette. Az egyik nagy és rutinos igazolása a hazaiaknak. Korábban Békés Csabán is megfordult Szalaitól, már menne be középre a labda, de megakadályozták. Ő lesz ezen a mérkőzésen így Kudor Kitti sérülése miatt természetesen az első számú irányítója a vendégeknek. Tavaly is már a szezon végén azért többször főszerephez jutott, nagyon sok mérkőzésen sok percet játszott, de most még nagyobb feladatok várnak rá. Közben egy jó védés rögtön Vivientől az MTK kapujában. Tehát ő is védéssel mutatkozik be. Túloldalon pedig, mintha vonzanák a hazai lövéseket a jobb kapufa, illetve ott a csíkok megint. Azt találták el a hazaiak. Nem marad az MTK-nál a labda. Kovács Gréta irányít 22-es számmal. Nikolajenko bent támadásban. Ment a szélen, Slakta most bement középre, de már valamit észrevesznek a játékvezetők, és egy figyelmeztetés Szalainak. De vendég, illetve hazai oldalról is nagyon meghatározó játékosok távoztak, illetve nincsenek a pályán, tehát két új csapattal kell megismerkednünk, és meg lehet a mérkőzés első gólja, meg is van. Szerzője pedig nem más, mint Rácz Vince Melinda, a dunaújvárosiak. Így most már azt mondhatom, hogy legrutinosabb játékosa, tehát megszerzi a találkozó első gólját. Tavaly 94-et dobott az egész bajnokság során. Nem ő volt ezzel sem a legeredményesebb játékosa az újvárosiaknak, hanem Kovács Anna. Közben megáll az MTK támadása. Frankovicsot állították meg. Nála megint a labda. Kovács Gréta mutatja a figura számát, ami most indul. Slaktától kapja Kovács. Nikolajenkóval váltanak. Frankovics. De a beállónak Gorilszka, egy szép ejtés, de már belefújnak a játékvezetők. Sárgalapos figyelmeztetés Micsijevicsnek, és büntetőt dobhatnak majd a fehérmezesek. Már azt sem bánták volna, hogyha végig megy, de Gorilszka úgy örült ennek a 7 méteresnek, mint hogyha ért volna a gólja. Pláne így, hiszen Nikolajenko valóban gólra váltotta a büntetőt. 1-1. Na már is ott van egy távoli lövés Micsijevicstől. Ebbe is bele tudott írni Víg Vivien. Egy ütemváltás, Nikolajenko szedi össze a labdát le a szélre, Szádvári,
És megint a kapufa. Illetve a Dunaújváros. Kicsit dühöng Golovin Vladimir. Nem kellett volna annyira talán elkapkodni az MTK-nak ezt a támadás befejezést. Jól támadta a labdást a kapuban Oguntoja is. De nézzük most már a Dunaújvárosi támadást. Micijevics, Szalai a túloldalon pedig. Kovács Annát is megjárt a labda, de Micijevicsnél van. Az ő szerepe érdekes lehet. Ugye 2012 után ő az első nem magyar játékosa a Dunaújváros csapatának. Ugye a Kohásznál ügyelnek, arra figyelnek, hogy a lehető legtöbb magyar játékost foglalkoztassák. Ráczvince Melinda második góljával pedig újra előny a vendégeknél. Micijevics tehát most megtörte ezt a sormintát a vendégeknél. Nem mire kimondom a nevét, már ki is áll 2 percre a játékból. Meg is kapja a magáét Zdravko Zovkótól. Ugye Triscsuk távozásával, balátlövő posztja Micijevicssel, a fiatal Hornyák Bernadettel, illetve az, tavaly az MTK-t megjárt Termály Ritával azért versenyhelyzetbe kerül. 2-2, Szádvári Krisztina góljával. Ami az előbb nem ment be a szélről, most nem a rövidre, hanem hosszúra húzva sikeres is volt. Oguntoja lejön a kapuból, és már a mérkőzés elején kockáztat ember hátrányban, tehát a Dunaújváros megkülönböztető trikó nélküli plusz emberrel 6-6 ellen támadásban, úgyhogy tehát Termány Rita bent balátlövőben. Szalai Termánynak hagyja ott. Kovács az arcába kapott egyet, ez is 2 perc, teljesen egyértelmű volt. Lilia Gorilszka késett egy ütemet, a szándékosságot azért feltételezni nem fogom. Itt láthatjuk, hogy a bal keze is érte bizony Kovács Anna arcát. Így akkor pillanatnyilag ember előnyben, vagy legalábbis ember fölényben a dunaújvárosiak. De mire kimondom, Dávid Azari Fuzsin ezt ki is használja. Lilia Gorilszka tehát a padon, nélküle támad az MTK. Most 5-5 ellen a csapatok, de még 40 másodpercig le a széles laktához. Ő húz befelé. Nem tudták nagyon megzavarni a fehérmezesek a Dunaújváros védelmét. Jól zár most a dunaújvárosi fal, Cifra fogta meg az övőt. Nem áll egy sárgalapos figyelmeztetés, mivel lökték Kovács Grétát. És már is egy törlés a lökés után. Dunaújvárosi szurkolók érkeztek, azt mondom, nem is a nagyobb számban, mindenféleképpen nagyobb hangerővel ide a csarnokba, ahol egyelőre elég fékezett habzású a szurkolás. Hát, hogyha marad ilyen szoros a mérkőzés, akkor előbb-utóbb arra sem lesz panasz. Na, beindultak a dobog is, mire ezt kimondtam. Kovács a labdával, Nikolajenko visszakapta. Fönt a játékvezető keze. Nikolajenko még a sípszó után eldobta a hátra mögött, nagyon szép volt a mozdulat, mert ő is nevet rajta, hogy annyit ért, mint hogyha el se engedte volna. Golovin Vladimir hangosan mondja, mi legyen a figura, ugye lassan el kell dobniuk az MTK-soknak. Új szabály szerint ér a 6 perces, a 6 passzos, passzív szabály, bocsánat, közben egy jó védés. Jöhetnek a dunaújvárosiak, lökték Szalait. Kovács pattintva is, úgyhogy megint az arcához kap. Cifra nevét mondták be, de hát nem ő dobta a gólt. 4-2, tehát először 2 gól a 2 csapat között. A Dunaújváros javára, és most már ebben a pillanatban mind a 2 csapat kiegészült. Gorilszka tehát már ott van középen. Nikolajenko, Frankovic, Kovácstól kapja vissza, most Frankovic van középen. Nikolajenko le a szélre, nem tudott vele bemenni, slakta. Most egy bejátszott labda, de ez teljesen rossz. Oguntoja viszont jól veszi észre, hogy Azari Fuzsina robog, és belövi a saját maga második gólját.
Ezzel már 5-2 a vendégeknek. Lana Frankovic is bemutatkozik. Ez most gyorsan végigfuttatta ezt az akciót az MTK, és meg is van az eredménye. Egy váratlan lövés volt. Szétnyílt egy kicsit Falló Guntoja előtt. Ez is talán egy picit megzavarta. 5-3 a vendégeknek. Akkor, amikor belépünk a találkozó 9. percébe. Kilépett Kovács. Kovács Annára, de elhagyja a labdát, indulhat Szádvári. És meg is van a szépítő gól, már is visszajön 3 gólos hátrányból egyre az MTK csapata. Szádvári Krisztina a gólszerző. Közel sem mondható hasonlónak a két csapat felkészülése. Az MTK 10 találkozóban mindössze 3-at nyert meg, a Dunaújváros 17-ből 10-et, de mint ahogy elmondta a szakmai stáb, Zdravko Zovko, azért ez felemásra sikerült, hiszen nagyon kemény alapozó munkát végzett a vendégcsapat, sok erősítéssel, sok súlyzózással, nagyon keményen megdolgoztatta Zovko a játékosokat, miközben lökés miatt, támadó miatt már az MTK jöhet. Megvártam a mozdulatsor végét. Lassításban is. Szóval a Dunaújváros nagyon mozgékony nyáron van túl, nagyon mozgalmas nyáron van túl. Hoppá, mekkora gól Frankovicstól. Hát, hogyha egyszer elsül a keze, akkor lehet, hogy ilyen lesz a teljes mérkőzés során is. 5-2-ről egyenlít az MTK, 5-5-re. Szalai. Nem vált Micsijevicsen, hanem szépen megcsinálja egyedül, és nagyon szépen átejtette Vig Vivient. Nikolajenko pedig besárgul. Kovács Géta, Frankovic, most már jobban kiléptek rá, jobban figyelnek. Ezt viszont nagyon szépen olvasta Oguntoja. Nikolajenko a lábak mellett eresztette el a lövést. Micsijevics, Szalai már elől. Kovács le a szélre, Azari. Vig Vivien, harmadik védése, harmadik pontos védése a találkozón, és fordulhat az MTK. A kezdeti megtorpanás után sebességet váltott a hazai csapat, és ezt látni, érezni is az eredményem. Középen a védőfalban ott bív egymással Gorizka, valamint Micsijevics, ott tornyosulnak. Egyelőre nem arra jár a labda. Frankovic nem jut lövéshez, cifra támasztotta meg a kezét, szabad dobás az MTK-nak. Frankovic megint kilépett rá, cifra, Azari szerezne labdát, de már ütemet tévesztett. Marad az MTK-nál a labda, fönt a játékvezető keze, le a szélre, mondják a padról is, hogy passzív, ellövi Nikolajenko, de bele a blokkba, bele az emberbe, indul a Dunaújváros. Megvárják a támadással a társak Szalai Babettet, visszajut hozzá a labda Micsijevics, Szalai, megvan a második gólja. Szalai Babett tehát. Jól mozgatja a csapatát, jól lő eddig a Dunaújváros irányítója. Újra kettő köztem, mikor támad az MTK. Nikolajenko, Frankovic, ebbe is beleér Szalai, eddig talán legaktívabb, leghasznosabb játékosa a dunaújvárosi csapatnak. És egy időkérés az MTK részéről. Golovin Vladimir tekintetét láthatjuk, hamarosan hallhatjuk azt is, hogy mit mond a játékosainak. Olyan félúton vagyunk,
egy kicsit hiányzik a gyorsaság itt a támadásba. Hanem messzire, már onnan ne lőjünk, már ott felkészültek, hogy a test mellett megy. Jó, a labdás szélső befutó, Krisztály jöjjön labdával, ott egyes-kettes között, vagy Lilok. A bejebb néz, centeri gyors, Lilu is. Figyelj, másik, az egész különbség, hogy visszarendező díszben már ennyire puhányok vagyunk, már nincs megállító fal. Mindenki saját helyre fut és nézi, hogy mi történik. Az biztos, hogy a Babi, tök mindegy, hogy milyen helyen, az egyezni fog lerohanásba. Mondom, inkább két szélsőt hagyjuk bent, azért a belül kellene, hogy zárjuk. Mész és visszafutás kell, hogy legyen. Jó, utána a másodikra, ugyanúgy a belső svéd játszunk a Vanának. Te még állsz itt, a hármas svédot zárni kell, oda neki adja a labdát. Kettő, három. Kolobin Vladimir a mérkőzés előtt azt mondta, hogy ha mindenki oda teszi azt, amit tud, mindenki beleteszi a magáját, akkor meg lehet szorongatni a Dunaújváros csapatát. Most hát ez az időkérésből kivettek alapján leginkább sebességben mutatkozhat meg. Ott kell egy picit felpörögnie az MTK-nak, amely tényleg még tanulhatja, szokhatja a mester elképzeléseit a pályán, illetve ismerhetik az új figurákat is, hiszen tényleg nagyon sokan távoztak, 11-en 8 érkező volt, és olyanok távoztak, például Balogh Beáta, Barna, valamint Balovic személyében, Wolf Alexandra személyében, akik tényleg hosszú évek óta meghatározó játékosai voltak az MTK-nak, de hát most nézzük az újakat. Brankovics egy az egybe csinálja meg ott a bal oldalon, és ha már megcsinálta, akkor meglövi a saját maga, harmadik gólját Lana Brankovics. Nem ez az első magyar klubja neki, miközben már lépés miatt elveszik a játékvezetők a labdát a Dunaújvárostól. Roboghat megint az MTK, ez a passz viszont nagyon-nagyon rossz. Kovács szaporázna előre, indul Vince Melinda is, Micsievics beleért még, de így is össze tudta kaparni Vince Melinda. Nem biztos, hogy Micsievicsnek ment ez a labda, ő mosolyog ezen, Vince annyira nem. De így is gól lett belőle. Egyenlíthetett volna az MTK, viszont megint két gól a Dunaújváros előnye, 8-6. Háfra Noémi most bent 45-össel, ő kapja a labdát, Ferencvárostól érkezett. Tavaly Elek Gábor csapatában nagyon sokszor láthattuk, akár rangadókon is több játékpercet kapva, de hát az MTK-ban azért sokkal több játék lehetőséghez juthat a fiatal játékos. Ismét Háfra, bent birkózik Gorilszka, észrevesznek valamit a játékvezetők, és ki is osztanak 2 percet. Cifra Anita tudomásul veszi azért, hogy ki kell állnia, itt láthatjuk, hogy miért. Ember előnyben tehát az MTK, és bálóban ezúttal nem Gorilszka, hanem Takos Noémi. Kovács Frankovics, Takos, és már is ott a gól. 8-7-re zárkózik az MTK. Takos Noémi az MTK újkori történetének első válogatott játékosa. Még az Elek Gábor, Andrasz Martin duó hívta be őt az EB-selejtezők végére a keretben, és Finnország ellen 2 góllal be is mutatkozott, tehát Takos. Közben azért Kovács nyakát megint megtámasztották, ezt a lövést védi Vigvivien, de már közbefújnak a játékvezetők. Büntető következik, Szárvári kap sárgalapos figyelmeztetést. Tudomásul veszik, hogy ezt a támadást most csak így sikerült megállítani. Kovács Anna lesz majd, aki a büntetőt elvégzi. Itt látható még egyszer a jelenet sor. Ha jól láttam, a fejével hárított Vigvivien. Kovács Anna. Az első 7 méteres a találkozón, tehát Dunaújvárosi oldalról sikeres. Az előző
szezonban mindössze 10 hétméteres hagyott ki Kovács Anna. Elég megbízható ítélet végrehajtó. Frankovics egyedül próbálta meg három ember között, a végeredményt tudjuk. De még mindig ember előnyben az MTK fél percig, cifra kiállítása után. Oguntoje véd a kipattanót, összeszedné már Dakos, de belépett. Ezt a támadást is kivédekezte tehát a dunaújvárosi csapat. Nagyon furcsa szezon volt a tavalyi dunaújvárosi oldalon. Ott volt egyfelől az a siker, amit már a bevezetőben említettem, az EF kupa győzelem nagyon nagy kalpok árán. De aztán ott volt a bajnoki szereplés, ahol igaz az alapszakaszban a harmadik volt a jelenleg pirosmezes csapat, de aztán a bajnokság negyed döntőjében botlott, és csak az 5.-8. helyet küzdhetett végül Debrecen elleni negyed döntőbeli vereség után, vagy kiesés után az 5. hely összejött, de hát többre vágyik Zabkó Zobkó csapata. Egy újabb ítélet, aminek a vége büntető lesz majd. Amíg ezt elmondtam, a kiállítás után visszaállt Cifra Anita kiharcolt egy újabb 7 méterest, amelyhez ismét Kovács Annál oda, és szinte ugyanoda lövi, ahova az elsőt, harmadik góljával 10-7 a vendégeknek. Túl vagyunk az első játékrész felén, és megint 3-mal vezet a Dunaújváros. Ugye emlékezhetünk, hogy 5-2-ről 5-5-re felzárkózott az MTK. Nagy kérdés, hogy most megint van egy tartalék a hazaiakban. Frankovics ezúttal középen. Szerencséje is volt, hiszen pont úgy támasztották, úgy rángatták meg, hogy abba a sávba tudta előni a labdát, amelyre Oguntoje igazából nem számított. De a lényeg a lényeg, a gól. Micsijevics, Szalai a túloldalon jobb átlövőben Kovács, tehát azt mondhatni, hogy az kezdősor, az alapsor. Vince gyűjti össze a labdát, Kurtán furcsán jutott el hozzá, Kovács Anna nagyon agresszívvel vált erre a támadásra az MTK védelme. Ezzel próbálnak most operálni a fehérmezesek, itt volt még egyszer az a előbbi eset, Szalai. Nagyon messze lépnek ki az MTK-sok most a saját védőfaluktól. Kovács Grétát láthattuk fönt a játékvezetők keze közben, de előtte egy figyelmeztetés méghozzá Áfra Noéminek. Túlzott vehemencia az most ember hátrányba fordulhat át. Természetesen ezek után most már a passzív játék nem él. Szalai Micsijevicsnek hagyja ott, a hosszú kezével ő elérte még azt az átadást. Cifra fordul be szépen, és ennek is egy újabb 2 perces kiállítás, és egy újabb 7 méteres lesz az eredménye. Szádvári Krisztina, aki ki fog állni 2 percre. Hát az előbb dicsértem az MTK védekezést, hogy mennyire agresszív és mennyire jól megállítják a dunaújvárosiakat. Most ennek 2 ember hátránya vége ennek a védekezési váltásnak. Kovács Anna nem változtatott, legalábbis azon, hogy ha odáll egy 7 métereshez, azt bedobja. Puc Klaudia volt vele szemben tehetetlenül. 3 gólos dunaújvárosi vezetésnél 2 gólos lehet a különbség, amennyiben mondjuk az MTK ezt a támadást értékesíti, de 2-vel többen vannak ugye a vendégek a pályán, és az MTK nem kockáztat, nem hoz be plusz embert erre a támadásra, próbálja valahogy 4 emberrel megoldani. Nikolajenko, Frankovics, bocsánat, Kovács volt, Kovács Grétánál a labda, jelzik már kintről, hogy passzív a játék, a játékvezetők keze is fönt van. Lassan lőniük kell a fehér mezeseknek, Nikolajenkónak fogják ott hagyni. El is tudja lőni, mellé lövi viszont
Nem volt az egyébként egy rossz lövés a blokk mellett fölött, de hozzá is ért még valaki, marad az MTK-nál a labda. Igen, ott lehetett látni, hogy a kilépő Micijevic kezén azért megpattant a labda. Hoppá, honnan eresztette el azt Nikolajenko? Teljesen takarásból a szélről, kettős ember hátrányban. 11-9. Na erre senki nem számított. Olga Nikolajenko. Láthattuk világversenyeken is az ukrán válogatottban. Na most ne őt figyeljük, hanem például Azari Fruzsinát. A harmadik góljával 3 gólosra hízik újra a dunaújvárosi előny. És ebben a pillanatban kiegészülnek a hazaiak, tehát újra egyenlő létszámban a felek, akkor, amikor az első félidő utolsó 10 percében járunk. Az egy nagyon rossz passz volt, de még valahogy hátra megmentette Dakos. Belefordult az ellenfelébe, egyértelmű a támadó szabálytalanság. Dakos Noémi először rosszul passzolt, szeleburdi módon, aztán pedig belefordult a védőjébe. Vince Micijevic, Szalai, Kovács Anna. Azari próbálna segíteni neki a szélről. Marad a Dunaújvárosnál a labda. Megjött a vendégtábor hangja is. 2 beállóval. Vince futott be középre a szélről, de nem jutott el hozzá végül a labda. Most mindenki sprintelhet vissza a saját helyére a védekezéshez. Azért az MTK nem indul annyira gyorsan, hogy fordulni tudjon érdemben. Kettessel új irányító az MTK-nál, Tóth Eszter. A szezon elén Vácról érkezett, Háfra kapja tőle a labdát, Nikolajenko viszont elhagyja. Cifra gyűjtötte össze szépen, Micijevic mutatja a társaknak, hogy csak nyugodtan. Szalai. Szalai egyedül ellövi, számított rá még, és a kapufára tolja. Hosszú idő után az első fontos védése Víg Viviennek, de már az MTK támad Háfra, bele a blokkba. Micijevic közel 2 méter magas, még fölteszi a kezét, ott azért nehéz ellőni fölötte, most sem sikerült. Tóth Eszter, Háfra, kapott egyet a nyakára, én legalábbis azt éreztem, de előtte már ellépte, ezt mutatják a játékvezetők, és az sokkal fontosabb, amit ők mondanak. És itt pedig még egyszer Szalai Babett lövése és a védés. Micijevic most bent középen, de hamarosan azért váltani fognak, és indul a dunaújvárosi figura. Micijevic egyedül, nem léptek ki rá időben, érdemben. És ha jól számolom, akkor először 4 gól a két csapat között a találkozón. Nikolajenko megint jó a blokk, és már kérik a társak Oguntojétől a labdát. Kovács Anna. Itt láthatjuk a szabálytalanságot. Jöhet a Dunaújváros, de csak egy kis technikai szünet után, legalábbis a játékszert kell cserélni. Látható kapusok adatai, mind a két oldalon 4-4 védés. A Dunaújvárosi fal egy fokkal jobban zárt. Dakos megtalálja az indítás, de már ellépte, miközben átvette. Pedig egy nagyon szép akció volt kibontakozóban, egy zicserrel a végén. Itt láthatjuk még egyszer az érvénytelen gólt, de hallgathatunk nem sokára egy időkérés Dunaújvárosi oldalról.
Nincs probléma van, Szalai. Most mikor egyszer Micsievics mi akarni az figurát csinálni, hol te egy-egy játsz. Ma Micsievics szép gól csinálj, most második, ugyanaz csinálj. Csinálj, szélesen pass labda Micsievics, itt te játsz egy-egy. Az jobbra bára, nem számít hol. Az fontos, mit akarni te játsz. Az lehet jobbra játsz, lehet jobbra. Ma ugyanaz bára, az fontos, az Micsievics gól előtt. Csinálj! Ma jó, most az második ugyanaz, csak nem pász labda vissza. Itt vagyok, utána cselezni, egy-egy cselezni, itt, kereszt mozgásra tovább. Oké, okay, bye! Azért te Anna, mert Szalai jobbra csinálni a hármas. Ez jobbra ugyanaz. Jobb hármas védő, vagy bal hármasba. Igen. Igen, jó? Gyerünk, csajok, gyerünk! Annus, na, 2-3. Kovács! Az időkérés végén harható volt György László is, a másodedző. Ő is, valamint Zrappó Zokko is azt mondta az MTK elleni mérkőzés előtt, hogy védekezésben kell főleg előre lépnie az Újvárosnak, mert hogy a felkészülés második felében, amikor már például Kudor Kitti is sérült volt, akkor nem jöttek úgy az eredmények, gondolok itt például a Váci tornára, 3 vereséget könyvelt el a dunaújvárosi csapat, és a védekezés nem állt össze, annak kell még keményebbnek lenni. Hát most az MTK ellen ezt is lehet gyakorolni, na meg persze az ilyen támadás befejezéseket. Hazari Fruzsina negyedik találata, 14-9, és egy újabb 2 perces kiállítás, méghozzá Tóth Eszter, akinek majd ezt elkönyveljük. Az MTK is próbál keményen védekezni, szorosan védekezni, de ennek egyelőre legtöbbször csak egy kiállítás az eredménye. Frankovics egy kicsit magas volt talán Kovács Grétának, de még összeszedte. Frankovics megint. Szépen csinálta meg egyedül, és húzta vissza a hosszúra. Azért van benne vállalkozókedv. Ahogy említettem, nem az MTK az első magyarországi klubja játszott már Moson-Magyaróváron, de Podravka Vegeta érintésével került mármint az MTK-hoz a horvát játékos. Szalai Kovács Annával vált, Micsievics, ő a kapufát találja most el. Kicsit talán ütemtelenül is dobta el, ezért is volt jó a lövés, de nem pontos. Kevesebb, mint 5 perc még az első félidőből, és kevesebb, mint 50 másodperc az MTK ember hátrányából. És megint Oguntó jevét. Kovács Anna robog. Micsievics teljesen üres a túlszélen, és fejbe dobja Víg Vivient. Ugye az előbb meg se kottyant a kapusnak, amikor eltalálták a fejét, most azért nem véletlenül marad lent. Nem volt egy szép jelenet, de természetesen ez nem volt direkt. Talpon marad Víg Vivien. Furcsán alakultak az elmúlt szezonjai, ugye Dunaújvárosban is volt, ismeri tehát az ellenfelet, de megjárta Debrecent is, onnan egy év után érkezett ide az MTK-hoz. És várja az újabb lövéseket, legalábbis ezt mutatta. Érkezett hozzá orvosi segítség, de hát hogyha kapust ápolnak, akkor kapusnak nem kell 3 támadást kihagynia, mint ahogy az új szabály mondja. Cipra Anita viszont újabb gólt szerez. Nehéz döntés volt neki váltani a 5 Ferencvárosi év után, de hát őt is a több lehetőség, több játék lehetőség vonzott a új csapathoz ide Dunaújvárosba. Támadásban is számolnak vele, ahogy láttuk. Hátra kapja. Frankovics 2 ember között, Oguntó jevéd, ezúttal jól elővételezte ezt a lövést. Termány Rita is bent van támadásban,
de ezt lehalásza. Hosszú, egyedül viheti rá Oguntoya kapujára, egy szép ejtés, egy pimasz ejtés, de belenyúl Oguntoya fantasztikus reflexzel. A hatodik védése, hosszú Boglárka ezúttal nem tudott túljárni az eszényt. Még egyszer a támadás és a szép védés. Oguntoyának nagy szerepe volt abban, hogy tavaly EHF kupa győztes lett a Dunaújváros. Nagyon sokszor tudott vezére lenni a csapata, mint ahogy tavaly sokszor vezére volt az alsóházban az MTK-nak, Termány Rita, most egykori klubjának köszönt be. Itt van a játékos első gólja után, láthatjuk, hogy mosolyog, akik nem mosolyognak, azok az MTK-sok. Időt is kértek. Mondom, már a helyzet nélkül pufogjunk oda a labdát, már visszafele nem is vagyunk felkészülve futni. Az az eredmény. Oda kidobott, lövött valamit, majd bejön vagy nem, nincs benne a játék. Jó, most egy jobb keresztel, három jobb keresztel oda kellene, hogy érkezze, és tartsunk ezt a kettesnek, a hármasnak a zárást. Azt próbálj még egyes-kettes közé betörni, próbálj még bejátszani, de a visszafutás legyen. Jó? A másik a védekezés, gyerekek, akkor is vonalon vagyunk. Már nincsen megállító fal, nincsen, már mindenki sáncolni akar. Mondom, ott gyorsan eldobálunk a labdákat, itt még nem is ütközünk. Na gyerünk! Gyerünk! 6 gólos újvárosi vezetésről folytatódhat tehát az utolsó 3 perc az első félidőben. És itt láthatjuk még egyszer a kulcsmomentumokat. Azari nem első és felteszem nem utolsó gólját onnan a szélről, itt pedig Frankovics gólja volt látható, majd pedig tehát hosszú kihagyott zicsere. Azért ezek lehetnek olyan tényezők, ahol elúszhat például akár a szoros mérkőzés is az MTK-nak. Volt már egy-két olyan zicser, emlékezhetünk rá, amit, ha úgy tetszik, ajándékba kapott a fehérmezes csapat az ellenféltől, de nem tudott vele élni. Most ezt viszont szépen szedte össze Frankovics, ha már egyedül megcsinálta, és 5. gólja. A mérkőzés legeredményesebb játékosa tehát a horvát játékos. ezzel. Termány Rita, Szalai, Kovács Annától lejut egészen a szélre Azarihoz a labda, Cifra jött ki a falból, Kovács Annának zárnak össze. Ó, milyen csellel tette ott a Szalaihoz, de marad az MTK-nál a labda. Hiába esett el Szalai Babett. Az utolsó 2 percen belül Frankovics áll meg, nézd le a padra, hogy mi a figura száma. Bolyami Vladimir mutatta is. Áfra rájátszották ki a figurát, el is lőtte, Oguntoya védett. Itt van Háfra Noémi, Tóth Eszter, hosszútól Háfra, Dakoshoz eljut a labda, de csúgyán fölé dobja. Más kérdés, hogy 2 perces kiállítást kap, nem feltétlenül ezért a mozdulatért Cifra Anita. Ez már a második kiállítása, vigyáznia kell. Ember hátrányban tehát a Dunaújváros, de ahogy láthattuk az első félidő elején is, lehozza Zdravko Zovko a kapusát, és megkülönböztető trikó nélkül plusz ember a pályán, tehát 6-6 ellen a piros mezesek. Megfogják Szalai Babettet, aki most már szóvá is teszi a maga módján, hogy ez nem az első a találkozón. Termány, Szalai, Kovács Anna, Azari futott volna be neki segíteni. Termány, le a szélre, Vince. Hoppá, egyedül csinálja meg, de ott akasztják, illetve elveszik tőle a labdát. Ez így viszont egy nagyon szemfüles gól. Dakos Noémi. Na hát ez az új szabály, vagy az új fegyver a kézilabdában, vagy legalábbis a hátulütője, hogy elveszíti a
labdát a támadó csapat, a megkülönböztető trikó nélküli játékossal a támadó csapat, akkor könnyen gólt kaphat. 10 másodperc még az első félidőből. Góllal zárja a Dunaújváros Termány, Kovács egyedül viszi, két emberre rá, Vig Vivien megfogja, de ebből már egy időn túli szabad dobás lesz. Kérdés, hogy ki áll majd oda. Termány Rita lesz, aki elvégzi az időn túli szabad dobást. Lépked közelebb hozzá a sorfal, ellövi fölötte, de csúnyán fölé. Maradt tehát a 4 gólos dunaújvárosi vezetés. 16-12. Jobban kezdett az Újváros, aztán fölzárkózott az MTK, de valahol megtorpant a hazai csapat, nem tudta kihasználni a lendületet, és végül 4 gólos előnyben a Dunaújváros, de még mielőtt tartanánk egy kis szünetet, addig jelentkezünk majd egy interjúval, és ahogy látom, Tihany Viktor kollégám felé már egy komoly szaktekintély settenkedik. Nem is árulom el, hogy ki ő, de az első fél időben már láthatták. Viktor, tiéd a szó. Köszönöm szépen, mert hogy a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya áll mellettem, Kim Rasmussen, aki itt a helyszínen tekintette meg az első fél időt, úgyhogy elsőként majd erről fogok érdeklődni, hogy hogyan tetszett neki a mérkőzés első fele. First of all, what were your first impression in this match? That it's clear to see that it's the first game. Both team started a little nervous, but I think that in all they play in the tempo that they can play in. They don't make so many mistakes for first game. So I think that it's a little more close than I would have looked for. So I'm looking forward for a tight second half. Elmondta a mester azt, hogy látszik még, hogy első mérkőzésről van szó mind a két csapat esetében, hiszen még nem volt idejük igazán összeszokni, ugye sokat változtak a keretek, és azért idegesek a játékosok, emiatt sok hiba csúszik a játékba, de azért az például pozitívum, hogy próbálnak gyorsan játszani, nagy tempóban, és hát reménykedik benne, hogy majd jó lesz a folytatás. Én pedig most arról érdeklődnék, hogy túl vannak az első edzőtáboron, és az első keretben egyébként helyet kapott két dunaújvárosi játékos, Kovács Anna, valamint Oguntója Viktória, hogy vajon mi a legfontosabb a mesternek, hogyan tud egy játékos bekerülni a keretbe. If you see your squad, in your first squad, there were two players from Dunaújváros. What are you waiting from those players who would like to play in a Hungarian national team? I expect them to go in front in the Hungarian league. I expect them to be the players on the teams that work the hardest. And I expect to see responsibility on the field to help your teammates and to go in front if the team needs it. This is what I will look for. Thank you very much. Köszönöm szépen. A szövetségi kapitánynak elmondta, hogy nagyon fontos természetesen, hogy kiemelkedő teljesítményt kell nyújtaniuk ezeknek a játékosoknak ezeken a bajnoki mérkőzéseken is, de azt is figyeli majd, hogy kik azok a játékosok, akik egyébként segítik a csapattársaikat. Ez legalább olyan fontos, hiszen igazi csapatembereket keres a mester. Hát akkor meglátjuk majd, hogy a második fél időben talál-e még esetleg újabbakat. Innen most búcsúzunk a helyszínről, de aztán jön majd rövidesen az elemzés a stúdióból. A félidőben 4 góllal vezet a vendégcsapat, a dunaújvárosi együttes, méghozzá úgy, hogy két kulcsember sérülés miatt nem lehet ott a pályán. Egyikük Karnik Szabina, aki itt áll mellettem, és hát nyilván ilyenkor egy nagyon nehéz helyzetben vagy, hiszen ide kerültél egy új csapathoz, alig várod a bemutatkozást. Hogy lehet kezelni ezt a szituációt, hogy épp a felkészülés végén van egy sérülés?
Hát borzasztó nehéz ez a dolog igazából, mert 6 hetet végig dolgozott az ember az alapozási időszakban, és pont a rajt előtt egy héttel sérültem meg. De hát ez van, ez nem tudok mit csinálni sajnos, ha már ez így alakult, hát igyekszem minél hamarabb felépülni, a csajok is várnak minket vissza minél hamarabb. Aztán remélem, hogy azért 3-2 hét múlva vissza tudok kapcsolódni én is. Épp erre akartam rákérdezni, hogy hogyan halad a rehabilitációd. Hát igazából most simbe van az ujjam, úgyhogy ezzel csak pihentetni tudom. Lábra, amiket tudok, megcsinálok, edzéseken, futásokat, ezeket, de ez még 2 hétig rajta lesz a sinadék, de sajnos labdát nem tudok fogni. Itt a bajnoki rajton egyelőre magabiztosan vezettek. Hogyan tetszett a játék a csapatottól, az új csapatottól? Már jobb a játékunk, mert ugye a felkészülési időszak alatt elég hullámzó volt a teljesítményünk. Nem igazán a legjobb oldalunkat mutattuk meg, én úgy gondolom, se támadásba, se védekezésbe. De én már most úgy látom, hogy vannak egészen jó periódusaink, és hogyha türelmesen játszunk, illetve védekezésben eléggé agresszívan odalépünk a támadókhoz, akkor elég eredményesek tudunk lenni, csak ezt az időszakot kéne ugye minél tovább kitolni. Akkor megvan a recept, nagyon szépen összefoglaltad, köszönöm szépen, és akkor jobbulást kívánok neked, és mielőbbi felépülést, hogy Szabina is ott lehessen a dunaújvárosi csapatban. Kedves nézőink, rövidesen jön a folytatás, a második félidő. A csapatok most már hosszú percnyi melegítés után ismét játékra készek. 4 gólos előnyben tehát a dunaújváros a második félidő előtt, és ahogy láthattuk a statisztikát is a szünetben, azokban a faktorokban jobb a Dunaújváros, ami eddig talán eldönti ezt a mérkőzést. A lövő százalékokban ugye 70-43 a Dunaújváros javára, illetve a védési hatékonyság is 42-24 százalékkal szemben. Ez egyenlőre kiforrottabb támadásokat mutat vendégoldalon, illetve egy fokkal összeszedettebb és jobb védőmunkát, védekezést. Közülik tehát a második félidő, és az MTK már is Gorilszka lévén egy ilyen 5-1-es védekezésre állt át, kijött zavaróba tehát Gorilszka, de annyira azért nem lépett ki Szalaira, Kovácsot viszont szépen állítja meg. Ne feledjük, ember előnyben még az MTK, ugye egy kiállítás volt az első félidő végén, Vince viszont belelőtte Pucz Klaudiába a labdát. Robokat az MTK, még nem egészült ki a Dunaújváros, csak most jön vissza a cifra a kiállítás után. Szádvári pedig bent a falban, de már megy is vissza a helyére, nem tudta kihasználni ezt a pillanatnyi visszarendeződésbeli zavart az MTK. Viszont a Dunaújváros és 5-1-es védekezéssel Vince révén. Vince lép neki a lövőre, Frankovics az eljutott a labda, tőle pedig a kapu mellé ment. A mezőny legeredményesebb játékos a 6 góljával, Lana Frankovics. Hát ez eddig a gyógyír az MTK-nak, hiszen továbbra is 4 gólos hátrányban az MTK. Azari Fruzsina dobott még 4-et, valamint Kovács Anna 4-et a túloldalról. Cifra Anitának pedig vigyáznia kell, hiszen kétszer őt már kiállították. Kovács Anna Vicsievics-től kapta Szalai. És ha már említettem cifrát, akkor tökéletesen egyedül maradt támadásban is, megszerzi a második gólját, ezzel 5-tel vezet a Dunaújváros. Pucz Klaudiát is felavatta. Tehát a Dunaújváros Frankovics Nikolajenkóval vált támadásban. Talán a blokk is kellett ahhoz, hogy ez a labda most bemenjen a Guntoje Viktória kapujába. A lényeg 17-13. Ott, mint hogyha Micsijevics kezén egy kicsit megpattant volna. Támadásban és védekezésben is fönt van tehát a 17-es számú horvát játékos. Az újvárosiaknál nagyobb szerepet kapunk mondjuk Termány, vagy éppen a pályára még nem lépett bal átlövő Ornyák Bernadett. Szélen megáll a dunaújvárosi támadás, Szádvári védekezett jól. Szalai Gorilszka vele szemben, megfogja két kézzel. Szalai cifrának tenné be, de a passz rossz. Belül volt már talán Kovács Gréta. Ezért marad a labda a Dunaújvárosnál, el kell lőniük a vendégeknek, el is lövik, plusz Pucz Klaudia védett.
Tavaly is már az MTK keretéhez tartozott a fiatal kapus, de kettős igazolásra játszott Egerben is. Jó a blokk, Dunaújvárosi oldalról fordulhatnak a piros mezesek. Ez viszont egy szemfüles észrevétel Szádváritól, aki saját maga is kineveti azt, amit csinált. Üres kapura, mellé dobta az ittszert. Talán, hogyha itt egy fokkal nyugodtabb, és hagyja elrepülni a két embert egy lövőcsellel, akkor gól a vége, de hát ez már csak az én okoskodásom. A labdaszerzése minden esetre szép volt. Kovács Anna. Micsievicsnek adja öt, ő nem mert közelebb menni. Cifra teljesen üresre verekszi magát ott középen, de nem kapja meg a labdát. De legalább egy kétperces kiállítást kiharcol. Ennek nagyon örül Cifra, amit a Lana Frankovics a kiállított játékos az MTK-ból. Sok a kiállítás a találkozón, ez most már az ötödik az MTK-tól. Túloldalon ugye háromszor sújtották az ítéletek a dunaújvárosiakat. Stember előnyben a vendégcsapat. Kovács Anna, Szalai, kilépnek rá teljesen a falból. Slakta volt az, Micsievics. Kovács ledobja a szélre, nem. Pucvéd, de már közben belefújnak. 7 méteres, és Szalai Babett lent marad. De csak pillanatokig nincsen komolyabb baj, vagy legalábbis egyelőre azt látni, azért bicekni fog lefelé. Az első félidőben Kovács Anna mindegyik 7 méteresét értékesítette. Most egy harmadik kapust küld Golovin Vladimir Klodzik Petra személyében. Kovács Anna, ezt azért kicentiszte, de így is bent van. 100%-os a 7 méterességnél, és ahogy láthatjuk, az ötödik gólja. Hát úgy tetszik, pont egy Kovács Annával vezet a Dunaújváros, 5 góllal. 3-ra kapta Szádváritól, már Nikolenkóján áll a labda. Hoppá, ott egy technikai hiba Kovács Grétától, de közben már belefújtak, Szalai Babetta kiállított. Neki is elkönyveljük a 2 percet, lehet, hogy sérülése után most ez a kis pihenő jól is jön neki, de nem biztos, hogy így akarta, sőt. Kereken 1 percig. 5 az 5 ellen a csapatok. Kovács Gréta mutatja a figura számát, hátra, balra nézett, de ők is egyre kevesebben vannak, mint a megszokott. Oguntoje vér, de már közbefújtak a játékvezetők, szabad dobással jön az MTK. Kovács Gréta, hátra, le a szélre Szádvárihoz, ő is sokat játszik. Nikolajenko. Szádvárinak egy nagyon szép labda volt. Oguntoje véd, fejen találta a lövés, igazgatja is a frizuráját, csak ne legyen annál komolyabb baj, mint hogy elcsúszott a cof. De lehet, hogy konty ennek a szakneveben nem vagyok annyira jó. Hornyák bent először a pályán a vendégeknél. Kovács két beállóra áll, tehát most hirtelen a Dunaújváros. Cipra viszont nagyon hatékony egyedül is. Újabb büntetőt harcolt ki ezzel a befordulással. Belülvédekezés volt teljesen egyértelmű. Kovács Anna ismét, vele szemben ezúttal a büntetőnél Puc Klaudia. Az eredmény a szokásos. 6 gól a Dunaújváros előnye, de ember előnyben ezúttal az MTK. Kovács Gréta irányítóban, Frankovics balátlövőben, Goriszka pedig beállóban csinálja helyet a többieknek. Szádvárihoz le a labda, nagyon jó ütemben a kapufára dobja.
szépen húzzák szét azért az MTK-sok a dunaújvárosi védőfalat. Sokszor van hely a szélsőknek. Pontosabb befejezés kellene. Ember hátrányban, tehát még a dunaújváros. Nyitottabb védekezésre jön ki az MTK. Nem is megy előrébb pillanatnyilag a dunaújvárosi támadás. Kovács Bej nagyon szép passzal Cifrának. Harmadik góljával. Ember hátrányban is gólt szerez a dunaújváros. Mire kimondom, a piros mezesek kiegészülnek. 20-13. Kezd kinyílni az olló a két csapat között. Ugye a 8. perchez érünk, és csak egyetlen egy gól dobott az MTK ebben a fél időben. Le a szélre megint Szádvárjának, ez nem volt azért egy teljesen tudatos támadásvezetés ezzel a fordulóval. Frankovics be Goriszkának, nem számított rá, marad az MTK-nál a labda. Falai Babett a képen. Ő is végig a pályán, leszámítva a kiállítását. Nikolajenko. Frankovics bele a blokkba. Azari roboghat a labdával, nézi, hogy a túloldalon hol mennek a társak. Szalai is felgyorsít. Szalai egyedül, kapufa. Jól támadta meg azért a labdást. A kapus, Puc Klaudia. Ez is kellett ahhoz, hogy kapufára menjen a labda. Golovin Vladimirnek pedig mondani valója van, 7 gólos hátrányban, hallgassuk is őt. No, it's problem. Play. Cserélünk? Eszti, az megy az irányítóba. Jó, a két beállóban megyünk, a kapus cserélünk. A hosszú oldalon, a csere, utána gyere, jó. A visszafele, már futunk, másik oldalon, így vérekezünk, hogy kettes, hármas. Jó, azt játszunk egy-kettőt, és utána akkor is érkezik a kettes, és utána menjenek a hetes, menjen trikós hetes, hamis hetes, mehet az egyes kontra, ugyanúgy a beállót majd kellene keresni. És mondom, az lövőverseny, gyerekek, lövünk helyzet nélkül, és utána futunk, senki nem dolgozik az egészen. És mondom, hiába utána van meg a helyzet, már nem tudjuk befejezni, hibázunk ebből is. Mondom, ne vigye a kedvét, most ezt a meccs már elment, most már akkor már kezdjem még pluszba mellózni, hogy ez legyen belőle. 2-3, MTK! Nem értettem teljesen tisztán a végét az időkérésnek, megmondom őszintén, de mintha azt mondta volna Golemi Vladimir, hogy ez a mérkőzés elment. Hát 7 gólos a hátrány, az biztos. Ugye az előző szezonban 10, valamint 6 gól volt a két csapat között az alapszakaszbeli két mérkőzésen, most 7-nél járunk, hát hogyha ebből indulunk ki, akkor lehet igen, hogy az MTK-nak már elment ez a találkozó. De azon, amit mondott a mester, csak lőnek, aztán futhatnak. A játékosok azon változtatniuk kell. Most jelenleg 2 beállóval az MTK, úgyhogy nincsen náluk kapus. De már amire kimondom, Tóth Eszter le is fut. Lakos és Gorilszka viszont még ott van a falban. Most már lehet egy kicsit kockáztatni, másféle támadásokat is gyakorolni, vagy mondjuk Nikolajenkónak elereszteni ilyen lövéseket. Ez azért könnyű zsákmány volt Oguntai Viktóriának. Szalai húzza meg, Kovács. Goriszka állította meg keményen. Neki is vigyáznia kell, volt már kiállítása. Frankovics. Valamint Dakos között örlődik ott bent Cifra a falban. Azari kanyarodott föl a szélről. Ez egy könnyű labda a kapura, de már közben lökték őt. Áll az óra törlés miatt. MTK-sok pacsiznak. Jó harcos védekezés volt. De hát elől is magabiztosabbnak kéne lenni a hazai csapatnak. 10. percbe léptünk a második félidőben, és még mindig csak egy gólt dobott az MTK. Ugye az MTK-nak az lehet a célja, hogy a tavalyi 9. helyet ott valahogy megismételje, vagy titkon azért szeretne előrébb is lépni a klub, de azokat, akiket az előző szezonban sikerült megelőznie, valamint az újoncokat, azokat szeretné maga mögött tartani a klub. Slakta Petra kiállítás sorsára jut. Találkozó során először, de ez most már, ha jól számolom, akkor a 7. kiállítása a hazai csapatnak.
sokszor töredezett emiatt a játék. Micsijevicsnek kellett kijönni a padhoz. Na jól látom, lehet, hogy bérzik az orra, emiatt kellett lejönni a pályáról, vagy lehet, hogy a szája felrepett egy ütésnél, egy találkozásnál. Ugye vérzőjátékos nem lehet a pályán. Én balátlövőben Termány. Nem először a mérkőzés során, ugye neki van gólja az első fél időből. Nézzük, mire jut most. Neki meg is kapja a labdát, le a szélre, próbálna adni. Na már a játékvezetők ítélet alapján jöhet az MTK. Ez most Termány itt egy kicsit elkapkodta. 5-1-es védekezésre jön ki a Dunaújváros, Vince teljesen kint van Frankovicson. Mögöttük adogatnak a játékosok. Tóth Eszter kapja vissza a labdát, és szépen tör be a két védő között. Tóth Eszter első góljával megvan tehát a második MTK gól a második fél időben. Sokat kellett rá várni. Szalai Kovács Annával vált le a szélre szépen, és Vincének ez iskolajáték. A negyedik gólja Rácz Vince Melindának. Visszaállt át a 7 gólos különbség. Emberhátrányban az MTK, de nincs náluk kapus. Elkülönböztető trikó nélkül 6-6 ellen a hazai csapat. Termel lépett ki Frankovicsra. Frankovicshoz vissza. Már adta volna balátlövőbe, de közben Tóth Eszter lefutott. Aztán így adta ki a figura, hogy valakinek vissza kell azért érnie. Ez pedig egy belemenés volt hosszú Boglárkától. Megbeszéli a játékvezetőkkel, hogy mi történt. Mosolyog egyet, aztán elkönyveli. Hát más választása mondjuk nincs is. Kovács Anna le a szélre, belenyúlnak ebbe az átadásba. Marad a Dunaújvárosnál a labda lent a szélen. Micsijevics visszaállt. És már neki hagyják ott a labdát. Kovács Anna, Szalai, vissza kell húzni a befelé. Micsijevics, ez nem az ő oldala. Nem úgy Azarié, és bent is van a röviden a lövés, az 5. gólja Azari Fruzsinának. Nagyon megbízható, jó teljesítmény nyújt a szélen, és nagyon pontosan lő, ez is fontos. Nikolajenko, Frankovics, Dakosnak beadja Frankovics, de ő már előnyt szerezve átfutott. A kapu előtérvonalon marad ismét a támadás joga a Dunaújvárosnál. Nyolc gólos előnyben énekelnek az újvárosi szurkolók, miközben az egy nagyon jó passz lett volna, hogyha nem öklelik fel tulajdonképpen Vince Melindát ott az MTK-sok. Hosszú Boglárka, az ő neve mellett még nem volt 2 perc egészen idáig. 22-14. A 43. percben. Hát így most már lassan azért ki lehet mondani, hogy elment ez a meccs az MTK-nak. Az egy nagyon jó passz volt. Cifra 4. gólja. Nagyon jó. Ez a játék kapcsolat. Kovács Anna is köztem, ez majd a későbbiekben is kamatozhat, nem csak egy ilyen rendezetlenül összeálló védelem ellen. Tóth Eszter, Frankovics, Nikolajenko, Tóth Eszter. Csak széltében adogatnak most le a szélre, Szádvárihoz a labda, Azarival lögdösődnek. Tóth, Frankovics, Szádvári, Tóth,
középen keresztbe futott Slakta, most ő van bent beállóban, hát ez nem az ő igazi posztja, oda nem tudták tenni, Tóth Eszter, Nick Victoria volt, aki megállította, azért fokozatosan jönnek majd egyre nagyobb előny birtokában az újvárosiaknál a fiatalabb játékosok, a cserék, nem teljesen alapemberek, Slakta lent a szélen, ez is elakad Oguntoje Viktóriában, azért nagyon fontosak az ő védései is, nagyon hasznosak kellenek ez az eredményhez, na meg persze kellenek az ilyen gyors lerohanások, a végén pedig egy biztos kéz, amely az ötödik gólját szerző Cifra Anita ez esetben. 24-14. Azért az első félidő alapján nem lehetett azt várni, hogy a második félidő derekán 10 lesz köztem. Azt lehetett várni, hogy az MTK azért jobban bírja az újváros tempóját, de az újváros nagyon fegyelmezett a második félidőben. Marad az MTK-nál a labda, Háfra Noémi, Tóth, Lakos érkezik be a falba, tehát a kiállítás. Nikolajenko vissza Tóthnak, Lakoshoz adta volna, de ez szép váltás lett volna, hogyha Háfra be is tud vele menni. Tóth ellövi, Oguntoje két kézzel. Negyed óra van még a találkozóból, 10 gól a Dunaújváros előnye. Azért az első fordulóban a női kézilabda NB1-ben voltak nagy arányú győzelmek. A Debrecen ugye 12-vel verte a Békés Csabát, a Győr 11-jel a Kisvárdát, de például a Vác 23 góllal a Kispestet. Az a lövés mellé Vicsievics-től. Meg kell állítani az órát, mert nem csak a kapu mellé ment, hanem ott a bordásfal vagy valami ahhoz hasonló aljára is beszorult. A legszorosabb mérkőzés a Siófokért. Rangadó volt, ott 4-jel nyertek a vendégek. Budaörs-Ferencváros találkozót rendeztek még, a Ferencváros biztosan nyert idegenben. Háfra Noémi közben kilőtte a felső sarkot, és közben megállt, mert megállították, kézzel odaütöttek. Itt láthatjuk még egyszer, ott a blokk már lefelé a kezével megsorozta Háfra Noémi arcát. De a gól szép volt. MTK harmadik gólja 16 perc elteltével a második fél időben. Szolai bemutatta a paszt, de már elveszik tőle, ellépte, ezt mutatják a bírók. Háfra egy pillanatra dadogott a kezében a labda, Tóth kezében is. Hol békél meg a játékszer? Tóthnak adná Háfra, ott nem volt lehetősége, jól lépett ki a falba Kovács Anna. Slaktától kapta Tóth. Háfra. Körbeadogatják a falat az MTK-sok, ott lett volna a bejátszás Dakosnak, de ő picit visszafelé mozgott. Ez viszont egy remek ütemű átadás. Ohohoho. Dávid Azari Fruzsina. A hatodik gólja, remek százalékkal lő. Gólya jutalmául kap is egy kis pihenőt, jobb szélen majd Kuliber a helyén, következő támadásoknál. Védekezésben is ott van Termány, ezért próbál frissíteni Zokkó mester. Háfra Tóthnak adná, kicsit mögé ment, össze kellett gyűjteni, nem éleznek még passzívat a játékvezetők, pedig azért már jó ideje adogattak az MTK-sok. Oguntoje Viktória pedig újabb védéssel jelentkezett. Itt van még egyszer az előző szemfüles indítás és a Pimasz gól. 25-15, 12 perc még a mérkőzésből. Vicsievics, Szalai, Kovács Anna, le a szélre, Kluiber. Áll az óra,
figyelmeztetés és egy kis törlés. Egyetlen egy mérkőzés van hátra az első fordulóból, de azt érthető okok miatt november 6-ára halasztották az Alba-Fehérvár Moson-Magyaróvár elleni mérkőzését, mert hogy a fehérváriak a mai nap során EHF Kupa első selejtező körében játszanak Lengyelországban jó továbbjutási esélyekkel. Ugye címvédőként az EHF Kupában ott van a Dunaújváros is majd a harmadik selejtező körben, ott is megmutathatja majd ugyanezeket a lövéseket Kamila Micijevic. Mondjuk ezt a védekezést nem biztos, hogy meg akarja mutatni. A blokkról ment be Tóth Eszter lövése. Gólra gól, 26-16. Itt van még egyszer. Hát ez bizony Micijevicen pattan meg, de ezért nem lehet különösebben okolni őt. Golovin Vladimirtől járt a dicséret, ezután az akció után. Kíváncsi vagyok majd, hogy a mérkőzés után hogyan érték el. Ezért valljuk be, nem sikerül megszorítani a Dunaújvárost az MTK-nak. Vince most a rövidre. Tizenegy közte. Tóth valamit talált a pályán, azt adta oda a játékvezetőknek. Igen, erre is volt ereje figyelni. Laubacher Dóra közben balát lövőben, őt állította meg Nick Victoria. Tóth Esztertől kapta Háfra. Szádvári Blaubacher visszajut hozzá a labda Háfra két ember között. Már a lövés közben fogta meg őt Termány Rita. Gyakorlatilag megcsinálta magának már az ittszert Áfra, de megcsinálhatja még egyszer. Ellőtte ő maga, Oguntoje védett ezúttal lábbal. Mert az első fél időben valahogy jobban helyezték ezeket a lövéseket a hazaiak. Ezeket rendre olvassa a vendégek kapusa. Cifra jött ki a falból Kovácstól Micijevicig. Egy lövés Szalaitól. Ez most egyik végte. Háfra. Már elől az MTK és Gorizka révén. Itt van az újabb gól. Gorizka első találata. Többször volt helyzetben, nagyon sokat dolgozott védekezésben és az elején ugye támadásban is, de mégiscsak most volt eredményes, ez is sokat mondó. Az utolsó 10 percen belül. Kovácsben tépik Cifra mezét. És pillanatra Gorizka rosszul lépett hátra, egy picit, mint hogyha meghúzta volna a lábát. Ez lehet, hogy csak én mondom, a hirtelen reakció után Micijevic maga csinálta második ütemben is a helyzetet, bedöntött vele egy embert. A 31-essel Hornyák Bernadettben ismét irányító van a vendégeknél, de még mire kimondom, jön a vendégek időkérése. Zrakozokója szó. Az első dolog, az mikor egy gyors indítás, az nem csere teljes cifra, marad védelmát. Te kezed, Micijevic, te vissza védele mindig, te és Nick Kovács és cifra. Most ez nem tudom, az passzív lesz, nem lesz. Nem sietek, mikor passzív lesz. Szép mozgás, tovább labda. Második oldala valaki biztos lesz szabad. Csak nem sietek, már szép mozgás, mikor passzív. Itt vagyok, kész, tovább labda. E utolsó szélső kell domás. Daj! Daj! Belinda, befutás, Lita. Ott szélesek, Bella. Kettő, három, kovász!
8 perc van még hátra az MTK Dunaújváros mérkőzésből, és ahogy hallhattuk Zovko mestert, Dunaújváros azért ezt a 8 percet is próbálja komolyan venni. Szép nyugodt játékot vár az övéitől a horvát tréner. Micsievics mozdulatait láthattuk. Szóval Termány, Hornyák fönt a játékvezetők keze, Kovács ellőtte. Nem feltétlenül ilyet várt Zokó mester, ugye a 6 paszt a fölemelt kéz után még lehet játszani az új passzív szabály szerint. Háfra Noémi viszont nem teketóriázott, hanem ellőtte a hosszúba. És jól tette. A tavalyi szezon során a Ferencvárosból volt játékos az MTK-ban, ugye Faluvégi Dorottya személyében, most Lodzsik Petra, valamint Áfra Noémi is bejárt ezt az utat, miközben Faluvégi ugye visszament a Fradiba. Belső posztokon azért komolyan fog rá számítani Golovin mester. Ez most egy jó védekezés volt a hazaiak részéről, illetve előre a fehérmezesek támadása, de valahol ott kint ez megáll. Áfra Blaubacher volt, aki inkább őt választotta, de most cserélnek. És a szélen is új ember lesz majd, Stranik Zsófia váltja Szádvári Krisztinát. Egy egészen fiatal sor most megint az MTK-nál. Háfra, Tóth Eszter, Blaubacher. Fordult volna ki a szél felé. Szabad dobás az MTK-nak. Mondják már a passzívat, fönt is a játékvezetők keze, ez közben egy lökés. Blaubacher, már elveszik a labdát, kifutott a 6 passzból az MTK. Golovin mester értetlenkedik, megbeszéli a játékvezetőkkel, hogy hogy is volt ez a passzív jelzés. Támad az Újváros. Hornyák, Kovács Anna, Cifra kint a falból, befutott a helyére Kluiber, Termány, Kovács Anna, Termány Rita, de ki fog itt lőni. Az egy magas bejátszás Cifrának, nem abban az ütemben ment Hornyáktól, ahogy Cifra várta Tóth, viszont ez belemenés, egyértelmű, bement volna a két ember között, csak azok jól zártak össze vele szemben. Még egy időkérés újvárosi részről. Na, hallgassuk, mi nem működik úgy, ahogy Zokó mester szeretné. Azért gyenge játszasz, most már van még 1 perc, vagy 10 perc van, de kész mérkőzés az. Na játsz, lányom! Játsz, 60 perc az mérkőzés, mi lesz az most? Már kész vége. Figyelj, nagyon rossz szervezett hordák támadás. Daj, nyugi, mikor forgás játsz, daj szép forgás, mikor játsz, utána szép kontrahúzás csinálj. Nem csak kincs pászi, nézd, mindenki hogy le. Daj, tovább labda, húzás, mozgás, tovább labda, oké? Okay. Rendben? Daj! Gyere! Gyerünk! Kovács! Legutóbbi újvárosi támadás végén ugye Hornyák Bernadett adta el a labdát. Ő intette egy kis nyugalomra Zovko mester. Maradt fent a fiatal játékos pálya majd irányítóban. Minden az ifjúsági világbajnokságon 5. helyezett válogatottnak volt az irányítója. Torna gólkirálynője lett 76 találattal, és egyébként a Nemzeti Kézilabda Akadémia neveltje. Ő adja tovább, Termány, visszajut hozzá Hornyák. Hárman bele szemben megint Termányt választja, de a szélre. Onnan befelé Termány, jól védett azonban Lodzsik. És marad az MTK-nál a labda. Ott megint két ember között próbálnak bemenni, ami előbb nem sikerült a bal oldalon, a jobb oldalon
működött. Blaubacher Dóra első gólja. 27-19. Zdravko Zokko egy kicsit dühös. Most nem tartják be a játékosai azokat, amiket kért, hogy nyugodtan adogassanak, nyugodtan játszanak. Nincs még vége a mérkőzésnek. Molnár Beatrix is bemutatkozott. De mire kimondom, kiállítják, igaz nem őt, hanem Termály Ritát. Közel 4 perc van még hátra tehát a találkozóból, és ennek felét a Dunaújváros ember hátrányban fogja tölteni. Egy újabb lehetőség az MTK-nak, hogy felzárkózzon, így nem fog, hogy ilyenek az átadások. Molnár Beatrix nagyon szépen fülelte le, Blaubacher megint próbálkozhat, Micsievics bedobja, dobokat Kluber, tovább kell adni a Molnár, ott van a második gólja. Ez nagyon szép játék volt, leleményes labdaszerzés, okos passz után pedig biztos befejezés. Egyébként Kluber is tagja volt, aki a gólpaszt adta az ifi VB-n 5. csapatnak. Jövőre is építenek tehát Dunaújvárosban. Borizka ezt pedig zicserben dobta mellé. Ez nem az ő mérkőzés, ezt most már így kijelenthetjük. Az utolsó 3 percen belül 10-en belül marad az MTK, vagy lesz ennél is több még. Két csapat között Hornyák, ezúttal balátlövőben. Menek vissza a helyére, Micsievics, Molnár, Hornyák, Kluiber. Gross is bent a szélen, mellé dobja Micsievics. 1-0 az MTK hátra. Blaubacher, az belemenés, gyanús, de marad az MTK-nál a labda, illetve a támadás. Itt van még egyszer a mellélövés, pedig már Háprát nézzük. Az a kapufa éléről kijön, pedig jól megnéztem azt a sarkot, Oguntoja sem mozdult. A mosoly az mindent elárul. 10 góllal vezet a Dunaújváros az utolsó 2 percen belül, és most már kiegészült a vendégcsapat a kiállítás után. Visszajött Termány. Kluiber, Hornyák, Kluiber bent üresen, ott volt Takács Dusmáta, és az első gólját megszerzi az 59. percben. 30-19. Tökéletesen egyedül maradt. Itt pedig még Áfra kapufája. Most már az utolsó MTK támadások egyikét láthatjuk. Le a szélre a labda, onnan Slakta próbálja betenni Gorilszkának, megint előtte voltak ketten. Őt inkább meg kellett ma találni a labdának, mint sem mozgott volna nagyon felé. Hornyák, Kluiber, Gross Vivien lent a jobb szélen, Termány, Takács Dusmáta, Termány, lövésre készítették elő neki, és ott is van a hosszú alsóban a labda, 31-19. Fél perc van hátra, így már nem lesz 10-en belül az MTK, az szinte egészen biztos. A kérdés most már csak a különbség. Tud-e kozmetikázni a hazai csapat a végeredményen? Háfra Noémi, ó, de magasra ment föl. Azért ilyen lövő teljesítménye marad mondjuk a szezon hátra levő felében, akkor valóban nagyon-nagyon hasznos tagja lesz ő az MTK-nak. Még 10 másodpercen belül, de már annyi sem. Ez kapufára ment, mi lesz a vége?
ezt már hiába dobják el. Slakta Petra volt, aki majdnem a félpályáról is megpróbálta, de nem ezen múlt, hanem azon, hogy a második félidőre az Újváros magasabb fokozatban, koncentráltabban jött ki, és a 16-12-es vezetésére még rátett gólokat, és 11 góllal végül nyer, 31-20 arányban, és nagyon magabiztosan kezdi tehát a szezon. Említettem, volt az első fordulóban több nagy arányú győzelem. Ennek a sorába illeszkedik ez a mai találkozó is. És az a félelem, amitől talán tartott Zdravko Zovko, hogy nem állt össze a védelem, azt lehet lassan elhessegetni. Ezért jól összeállt ez a védőfal. Mondjuk az MTK is tett róla, hogy a hatékonyság az ne legyen ma az erősségük. Zdravko Zovkót meg is hallgathatjuk, tehát MTK Dunaújváros 20-31, a szó Tihany Viktoré. A Dunaújváros mesterét itt hangosan ünnepelték a szurkolók, teljes joggal, hiszen jól kezdődött a rajta csapatnak. Emlékszem, arról beszélt, hogy még a felkészülési meccsek végén nem tetszett annyira a csapatjátéka, most minden elégedett tudott lenni? Ha lehet mondom, meccs előtt én azt mondom, az védelem az legfontos dolog, az egy csapat nagyon jó védelem játsz, első fél ide, második fél ide, utána az kézlabda az egyszer sport, az mikor jó védelem játsz, utána egy támadás, invitás, minden van. Ma gratulálok egy csapat, lehet mondom, fél meccs előtt, az pici nem tud, az sok új játékos, sok fiatal játékos, hogy reagálj, ma jó látom, az jó forma, jó játsz, első meccs, az fontos idegen, mert megnyerni. Gratulál MTK, és sok siker, ez tovább kellünk. Meglepte, hogy ilyen nagy arányú lett a győzelem? Há, igen, az figyelj, az mindig az győzelem, az szép, az hosszú ide, bajnokság, az sok mérkőzés, sok meccs, az első meccs, az szép idegenben megnyerni. Jövő hét van, nagy derbi, az Székesfehérvár, utána sok meccs van, látom. Köszönöm szépen, gratulálok, és sok sikert kívánok majd arra a mérkőzésre is. És közben pedig érkezik Golovin Vladimir, az MTK mestere. Nem sikerült túl jól a rajt, pedig az első fél időben még aránylag szoros volt a mérkőzés. Mi történt a folytatásban? Hát nem neveznék ezt az első fél időnek is jónak. Hát amit mondtam, hogy már olyan két arcunk van, most már rosszabbakat mutattunk. Hát... igazából a védekezésben nagyon puhányak voltunk. Már nem is ütközése volt, meg beállott se takartunk, és ebbe adódóan már nagyon könnyű gólokat kaptunk. A támadásban ugyanúgy hiába valamit akartunk játszani, ez valahogy a faléné szakadt meg, nem volt folyamatos. Az egyetlen, amíg meg átlövés alana még tudta gólokat lőni, de a többi nagyon szőken játszott ezt. Egyébként ez lehet valamelyest még a fiatalság számlájára írni, hiszen például láthattuk Háfa Noémit is, aki nem kezdett jól, de aztán a meccs végére próbált ő is hozzátenni. Hát biztos, meg lehet, hogy az első bajnok is sok minden. Az önbizalomhoz biztos, hogy kell, hogy valami siker legyen. Az elején nem volt, és mondom, olyan beleszürkültünk az egészbe. Mondom, se folyamatos játékunk nem volt. Hát ebből kell tanulni, előre kellene nézni, lépni, majd megnézünk, hogy mit lehet javítani. Igazából a lelki alapotokat, hát a küzdelem nélkül ez a sportág nem lehet űzni. És azért nincs túl sok ideje, hiszen következik egy fontos mérkőzés a Békés Csaba ellen. Hát egyértelmű, de szerintem ebben a bajnokságban minden következő mérkőzés fontos. Jó, most meg lehet nézni, hogy tényleg így nézünk ki, hogy a bajnokság vége fele volt valahol leszünk, de hát tanulni kell belőle és előre nézni. Jó tanulást és jó munkát kívánok a folytatásra az MTK Budapest csapatának is, és Golovin Vladimirnak. Kedves nézőink, én most a helyszínről minden kollégám nevében köszönöm a figyelmet, és búcsúzom, minden további a stúdióból következik.